Azért megyünk a Duna felé, hogy megmérjük a Dunának a vízhőmérsékletét a Paksi atomerőmű alatt, mert azon kezdtünk el aggódni, hogy nem melegedette túl a Duna vize. Azért, mert a Paksi atomerőmű ugye nagyon sok vizet használ el, és kifolyik belőle a használat után a forró, vagy hát meleg víz bele a Dunába, és hát a Duna élővilágának nem tesz jót igazából, hogyha egy bizonyos hőmérséklet fölé emelkedik a víz. Hol kéne mérni? Onnan a kifolyástól számított 500 méter délre. Itt kéne, hogy 30 fok alatt legyen a hőmérséklet. Igen. Úgy néz ki, hogy pont jó helyen vagyunk, mert hogy itt van a horgászati tilalom, ami pont azon a ponton addig tart, amíg ahol nekünk mérnünk kéne. Úgyhogy ez az ösvény lesz az igazi. Bontatlanul hoztuk ezt a víz hőmérőt, medencék hőmérsékletének a mérésére ajánlják. Van nálunk egy másik is. Egy kontroll. Ez egy kontroll hőmérő. Ez egy hagyományos hőmérő. Nézzük. Így. Hát 30 fok alá egyelőre nem ment. Följebb ment a kintihez képest, aha. 30 fok fölött, hát várjunk még egy kicsit. Úgy szól az érvényes jogszabály, hogy 30 Celsius fok fölé semmikor, semmelyik pontján nem mehet a Duna ezen a mérési ponton, ahol most állunk. Mutassam a kamerába. Fölötte van 30 Celsius foknak. Kicsit beljebb jöttünk, hogy ne csak ott kint mérjünk, és akkor megnézzük, hogy itt mi a szituáció. Bement 30 fok fölé, ha jól látom. Aha. Felment? Aha. Enyém is. Gyorsan megmutatjuk a kamerának, hogy nehogy azt mondják, hogy csaltunk. Ez azért van, ez a határérték, azért szabták meg, mert az élővilág szempontjából az fontos, hogy azok a fajok, amik itt élnek a Dunában, ezen a klímán, azoknak hát garantálva legyen az élőhelyük, és az életben maradásukhoz szükséges körülmények. Kicsit közelebb megyünk ahhoz a ponthoz, ahonnan kijön a víz. Még majdnem a 34 fölé is fölmegy ezzel. Mi lesz a következő lépés ennek fényében, mert hát azt azért leszögezhetjük, hogy a 30,5 fok az fölötte van a 30-nak, úgyhogy itt most nagyon nem ideális a vízhőmérséklet. Igen, hát ahogy innen visszamegyünk, megint meg fogjuk keresni a Paksi atomerőművet, és hogyha a hivatalos mérési adatok is fölötte vannak ennek a 30 Celsius foknak, ami valószínűnek tartok, akkor tájékoztassanak minket és a lakosságot arról, hogy milyen intézkedéseket tettek eddig esetleg, ha ezt már érzékelték korábban is, vagy ha nem, akkor mit fognak csinálni. Annak érdekében, hogy a Duna élővilága biztonságban legyen.